Szép jó estét mindenkinek! Örülök, hogy a 10 napos visszavonulást részben vagy egészben végig csináló emberek ma este itt vannak. És szerintem egy nagyon kemény héten vagyunk túl. Az elmúlt pár nap az egyénileg és közösségileg is mindenkit nagyon igénybe vett. Akár úgy, hogy a világból jöttél ide be 3-4 nappal ezelőtt, akár úgy, hogy már 10 napja itt vagy, egy hete itt vagy. Ezt hívjuk úgy, hogy csoportkarma. Látod a saját részedet is benne, és látod azt, amit a világ csinál, ahogy az emberek működnek, ahogy közlekednek, ahogy vásárolnak, ahogy beszélnek, és nagyon nagy hatással van mindez arra, ahogy mi gyakorlunk, amilyen tudatot ide behozol. És egy nehéz visszavonulás jó visszavonulás. A könnyű sem rossz. De a nehéz az azért jó, mert hogyha itt megállod a helyed, akkor egészen biztos, hogy valami plusszal mész tovább, pusztán azért, mert lemerted vinni a 2 szatyor magnókazettát alomtalanításhoz. És nem fordultál vissza akkor, amikor a 2 tinédzser, bár lehet, hogy az egyik 20 éves volt, vagy annál idősebb, kiöntötte az utcára, rájöttek, hogy ezt soha az életben nem tudják lejátszani azzal, ami nekik van. Úgyhogy csinálod alomtalanítást? Vagy pedig még többet termelsz belül, és hozzárakod a ruhás szekrényben, a kredencben, a különböző egyéni tárolóhelyeidben még őrzött emlékeidhez, énségedhez, aggodalmaidhoz, vágyaidhoz, averzióidhoz. Alomtalanítasz? És ha igen, akkor akármilyen a külvilág, akármilyen a belvilág, akármilyen az erre adott reakciód, szellemi plusszal távozol. Mi ez a szellemi plusz? Ez az a belátás, ami által mi így működünk emberek. Ez az a tapasztalat, hogy mi az, ami bennünk működik emberekben. Ez a felébredés felé tett, akár nagynak, akár kicsinek tűnő lépés. És hogyha ezen az úton haladunk, akkor akár mezitláb, akár cipőben, akár csizmában, akár köves úton, aszfaltoson, földúton, vagy úttalannak tűnő úton, de mégis haladunk. És talán egyetérthetünk abban, hogy így ezt a visszavonulást egyénileg senki nem csinálta volna végig. De közösen megcsináltuk. Nem csak azért, mert mindenki nézi, hogy a másik ott van-e a dharmateremben, hanem talán azért, mert felismerjük, hogy együtt célba juthatunk, míg egyedül esetleg egy ideig gyorsan megyünk, de egy idő után kifogy a szufla, elfogy az energia, megszűnik a motiváció. Úgyhogy minden olyan céllal, amit az ember nem tud definiálni, nem tud nagyon-nagyon tiszta tudományos fogalmakkal körülhatárolni, vagy esetleg teológiával, legyen ez a megváltás, a megvilágosodás, a boldogság, a megigazulás. Amikor ezekre gondolunk, akkor általában egyéni szemszögből gondolkodunk, hogy mi az én megvilágosodásom, megváltásom, boldogságom, megigazulásom. És pont emiatt az egyéni gondolkodásmód miatt, az egyénhez kötött szempontrendszer miatt nem tudjuk ezt az egészet megvalósítani. És mihelyt merjük a közös gyakorlatot felvállalni, mihelyt elmerjük ismerni, hogy egymásra utaltságban, kölcsönös függő viszonyban élünk, hogy ebben a világban rendkívül mulandóak vagyunk, és rendkívül tökéletlenek, akkor tettük meg az első lépést ezen értékek felé. Mihelyt a saját önző szempontjainkat, önközpontú nézeteinket meghaladtuk, abban a pillanatban tettük meg az első lépést afelé, amit csak közösen érhetünk el. Ez azokra is igaz, akik formailag egyéni gyakorlatot folytatnak, de nem magukért. Tehát tévedésben es, a remete nem önző attól, hogy egyedül van fizikailag. Ha valaki csoportban gyakorol, a fizikai társaság önmagában még nem garantálja az önzetlen gyakorlatot. Ez a másik emberhez fűződő viszonytól, a csoportban végzett munkától, a természetben végzett gyakorlattól,
Tehát attól a hozzáállástól függ, aminek a gazdája viszont csak te vagy. Csak magad döntheted el, hogy milyen motivációból lomtalanítasz, gyakorolsz, sepred ki a belső szobát, és hogy oda végül is kit és mit engedsz be később. Mert ugyan hallottuk, hogy a kazetták is szatyrostul lekerültek, na de hát azért azt lehet pótolni. Más adathordozóval, ugye? És akkor az ember hirtelen vesz egy új tárolóegységet, és meg is tölti. Mert mi így szoktunk működni, hogy kiürítjük, megtöltjük, kiürítjük, megtöltjük. És ezt nagyon szeretjük csinálni, mint ahogy az élet és halál egymásra következő sorozatait is nagyon-nagyon szeretjük csinálni. Máskülönben nem jönnénk vissza unos untalan erre a földre. Ezen körforgásban, ezen állapotok sorozatában mi az irányvételed? Mi a motivációd? Miért csinálod, amit csinálsz, és messze nem csak az öngyakorlatot? Mikor főzöl, kinek főzöl? Miből főzöl? Mit főzöl bele az ételbe? Ha dolgozol, kiért és miért, milyen szándékkal dolgozol? Ha boldog akarsz lenni, akkor az csak saját magadnak, vagy esetleg másokkal együtt, vagy mások boldogság esetleg előbbre való talán, mint a tied. Hogy legyen ez? Amennyire bonyolultnak tűnik saját egyéni karmánk meglátása, olyannyira egyszerű a világ működését meglátni. Általában fordítva gondoljuk, hogy a világ bonyolult, de én egyszerű vagyok és tiszta. Hát nem. A világ működése rendkívül egyszerű, nagyon jól feltérképezhető, de a saját belső megoldatlanságaink, komplexitásaink, bonyolult életszemléletünk miatt nem látjuk ezt. És hogyha merünk letisztulni és leegyszerűsödni, ha merünk lomtalanítani, akkor sikerülhet elérni ezt az egyszerű, tiszta, tükörszerű tudatot, amelyben minden és mindenki úgy látszik, ahogy van. Nem amilyennek szeretne mutatkozni, hanem ahogy valójában van, vagyunk és vagyok. Tessék kérdezni. Én egybe vagyok gyűjtő és egybe vagyok kidobó. Hogy gyűjtöm, és akkor én egyszerre kidobom, és soha meg nem bánom, és aztán újra elkezdem gyűjteni. Ez legyen táska, cipő, mindenféle ilyen hülyeséget, és az egész családban én vagyok az, aki kidobok. Tehát a legöregebb vagyok, és az összes fiatalnak én dobom ki azt, nem, hogy nekem nem kell, neki se kell. És ezt ő is így gondolja? Időnként nem. Akkor mi a kérdésed ezzel kapcsolatban? Azt akartam ezzel mondani, hogy mi a fontos és mi a nem. Hogy ez fontos, hogy én ezt gyűjtöm, és fontos-e minden nap előfordul olyan dolog, amire azt hiszem, hogy fontos, és nem annyira fontos. És egy nap százszor is előfordul olyan, hogy nem a dolog nem fontos, csak hirtelen azt hiszem, hogy fontos, és olyan jó, hogy közben rájövök, hogy de jó, hogy nem olyan fontos. Például nem olyan fontos megvenni a csokoládét, amikor bemegyek a... De! Igen, de én eddig sokszor mindig megvettem, és most már nem veszem meg mindig. Tehát nem magadnak, okoz akkora vagy másoknak? Örömet, nem okoz akkora örömet. Magadnak vagy másoknak veszed? Másoknak. Is. Akkor meg kell venni. De is. Hogy tudjuk azt eldönteni, hogy mi a fontos? Úgyhogy föltesszük a kérdést, hogy mi a fontos, és belülről, a lélekből jön a válasz. Akkor, amikor a meditáció alatt azt gyakoroljuk, hogy mi ez, az az alapja, az a döntő, amely megmondja, hogy mi a fontos. És ez pillanatról pillanatra egy adott struktúrán belül világossá kell tenni. Nem az értékrendünk változik naphosszat, vagy napjában, hanem új és új helyzetek adódnak pillanatról pillanatra. És ugye egy adott helyzetben ki a fontos, és mi a fontos, azt mindig az erre adott belső válasz dönti el. A világból rengeteg kondicionálást,
ideát, javaslatot és egyebet kapunk, nagyjából úgy, hogy mindenki figyelmet követel, nagyjából mindenki azt akarja, hogy eladhasson neked valamit, és a többi, és a többi, és akkor én vagyok a fontos, vagy amit én adok neked, az a fontos, vagy amit én gondolok, az a fontos, és a többi, és a többi. De erre a te tiszta tudatodból egy nagyon világos válasz érkezhet, hogy nem is vagy te annyira fontos. Meg amit el akarsz adni, azt én most nem veszem meg. Mert nem kell. Szerbusz. A világgal való egyéválás tapasztalatából következik a tudat tisztasága. Nem a saját ideáim követéséből. Tehát ebből az egyéválás tapasztalatból születik, vagy tisztul le a tiszta tükörszerű tudat. És ebből lesz egy olyan reflexiós felület, amely már nem a saját egyéni karmámon múlik, hanem látja azt az értékrendet, amely egyként érték a világban is, és bennem is. És ez nem véleményfüggő. Ez bölcsességfüggő, együttérzésfüggő, tapasztalatfüggő. És pillanatról pillanatra tudod, hogy most a gyereknek nem veszek csokit, mert tegnap előtt már vettem. Vagy 3 éve nem látod azt az unokatestvéredet, és akkor egy egész dobozzal megveszel, mert tudod, hogy szereti. Az étcsokit, nem a tejcsokit. És akkor azt veszed meg, mert neki az kell. Jó? Köszönöm szépen. Hogy mi a vágy és az akarat között a különbség? Mire vágysz? Gyermekre. És mit akarsz? Gyermeket. Akkor így a vágy és az akarat számodra ugyanaz? Tehát azt az ember dönti el, hogy merje azt akarni, amire vágyik, vagy merje azt vágyni, amire valójában szüksége van, és azt akarja. És ha ez szét van tagolva, akkor az kettő. Ha ezt egyesíted, akkor egy. Mit csináljak, hogyha meditáció közben elalszom? Fel kell ébredni. Hogyha nagyon fáradt vagyok. Ez a korai kerés miatt volt. Tehát, hogy állandóan becsukódott a szemem, és hiába próbáltam így kinyitni, csak azt hattam észre, hogy megint sötét van. Ez a hajnali óra, ugye? Igen, megint sötét de aztán van. Meg ez egész nap így tartott. Tehát, hogy vagy tart, hogy így. Csak estére érzem azt, hogy na most már éber vagyok. Mondanám, hogy sétálj egy nagyot, de most a bokád miatt ne sétáljál. Én sétáltam. Nem szoktam meg a korai kelést a szervezet. Tehát nem a korai keléstől vagy álmos, hanem attól, hogy nem szoktad meg. Boldogult nagyapám, Isten nyugasztalja, annyira becsben volt a régi vállalatánál, hogy még 74 évesen is Szolnokra és Nagykanizsára 2 hetente ment. Az azt jelentette, hogy felült a hajnali 4 órás postavonatra, és szépen személyként ott lement, és 7 óra akárhánykor ott volt. És a régi olajiparban dolgozó karbantartó kollégáival megbeszélték a nagy teljesítményű dízelgenerátorok éppen aznapi állapotát, és utána visszajött. Az ő korai kelése az olyan volt, hogy ha nem kelhetett korán, akkor is fölkelt. És 12 éves kora még úgy egy lakásban laktunk vele, és amikor ő már fönn volt, és néha 5 órakor fönn volt, akkor én is, mint kisgyerek, nekem a korán kelés bejön. A szeretem. És ott hallottam, hogy a nagypapa a szobában ott rakosgatja a különböző dolgait az íróasztalon, aminek egy munkaasztal volt. Tehát ő ott még forrasztott, ő neki voltak szerszámai, volt satúja, és különböző fém alkatrészekkel ott dolgozott. Fantasztikus ember volt. Hát ez egyszerűen hozzászokás kérdése. És hogyha hozzászoksz a hajnali keléshez, akkor esetleg hozzászoksz a korai fekvéshez. Helyes irányban tolódik el a bioritmus. És ekkor a korai kelés átfordul egy másik hatásba, az, hogy nagyon éber vagy reggel. Sőt, az lesz a legéberebb része a napodnak, onnantól kezdve már csak növekszik a zaj és az igénybevétel. Kondicionáltság kérdése. Úgyhogy neveld magadat továbbra is. Jó. Egyéb kérdés? Már itt a fáradtságnál tartunk, szeretném megkérdezni. Közelebb a mikrofon. Ha már itt a fáradtságnál tartunk, szeretném megkérdezni, hogy mit lehet tenni olyankor, hogyha érezzük, hogy egy nagy ásítás, vagy egy kőgés
készül kitörni belőlünk. A köhögésnél eltakarod a szádat, az ásításnál pedig hangtalanul is lehet ásítani. Csukott szája. Bizony. Arra kéne törekedni, hogy ne ásíts a darmateremben. Ha muszáj köhögni, mindenképpen takard el a szádat, és kész. És az az érdekes, hogy meg is tudod magadnak mondani, hogy mindezt sétáló meditáció alatt. Buddha szoborral kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy miért van olyan füle, amilyen van a szobornak? Azért, mert keleten a hosszú fül az a bölcsesség szimbóluma volt, és ezért tesznek ilyen elképesztő hosszú füleket a Buddha szobor két oldalára. Szimbólum. Mint ahogy látod, hogy ilyen bajsza van. És nem csak neki, hanem néha női bodhiszatváknak is, mint Kwan-san Bosszál, bajsza van. És így na most ez micsoda? Mert csak a modern kor tudott ilyeneket eddig. Tehát itt arról szól, hogy ez nem bajusz, az azt jelenti, hogy az ajak az mozog, hullámzik, mozog. És az azt jelenti, hogy ez a hely, ez egy tanítóhely. Tehát ott megszólal a Buddha. Ott van szava, ott van verbális megnyilvánulás. És vannak olyan templomok, ahol nincs ilyen. Nagyon kevés, de mégis van, ahol expliciten nincs tanítás. És ott nincs is bajusz a szobron? Ahol nincs. Abban a teremben, vagy abban az egész templomban, ami ritkább, csak abban a teremben, nincs tanítás. Mert a Buddha szobor azt jelzi, hogy annak a teremnek nem tanító funkciója van. Ott nem szólal meg a tanító. Más teremben szólal meg. Vagy más templomban szólal meg. Főleg remetességek, amik szintén templomnak tekinthetők, vannak ugye csendes remetességek, és ott nincs dharma beszéd. Itt a fül szimbolikájával kapcsolatban hogy kapcsolódik a bölcsesség a fülhöz? Meg kellene kérdezni a fehér elefántot. Mert a fehér elefánt, mint a Buddhának a szimbolikus apukája, ő felelős ezért a fül szimbólumért, és innentől kezdve rád bízom, hogy ezt hogyan fogod megoldani. Biztos, hogy sokat fog segíteni az utadon, tehát hogyha ezt megtalálod. Ugye? Ez most jutott eszembe, hogy a reinkarnációról és a korábbi életekről elhangzott a kérdés. Korábbi életeink emberként. Elképzelhető-e az, lehet, hogy nagyon nem, mágikus gondolkodásunk kiterjesztése, vagy ilyen mesés elképzelés, de elképzelhető-e az, hogy ha van egy megmagyarázhatatlan vonzalmunk valami iránt, az esetleg egy korábbi életünknek a kivetülése, vagy az arra való emlékezés? Ez elképzelhető. Konkrétan például, ha nagyon szeretünk valamilyen mondjuk Európában teljesen ismeretlen, vagy szokatlan ízvilágú ételt. Vagy nagyon otthon érezzük magunkat egy olyan öltözékben, ami Európában, ami mostani élőhelyünkön szokatlan. Vagy nagyon vágyunk valahová, egy helyre, ami nem itt van, hanem messzebb. Vagy nagyon vonzódunk egy helyre, ami szintén nem itt van. De úgy érezzük, hogy mintha már lettünk volna ott. Vagy kétszer megy át előtted a fekete macska az úton. Tehát ez egy olyan déjà vu, amely a tudattalanodból ugye származik, és akár lehet előző életbeli is. Jó. Oké. Okay. Ezotéria meg nagyon nehezen megmagyarázható dolgok, úgy érzem, hogy távol vannak tőlem. De ez az érzés, ez újra és újra visszaköszön, hogy közelinek érzek magamhoz egyébként fizikailag távol lévő dolgokat. De a legjellemzőbb egyébként az étkezés. Tehát tetszik neked a formális étkezés, amit gyakorlunk itt? Egyébként az is, de most konkrétan, egészen konkrétan, borzasztóan szeretem a körinek az ízét. Egészen kicsi gyerekkorom óta, de szinte, nem mondom, hogy monomániásan, mert azért ez csúnyán hangzik, de hogy olyan nagyon. És olyan egészen földön ezzel túl, én vigyáznék. Örömet tudok érezni, hogyha érzem az illatát. Én
12 éves koromban utaztam először Boeing 747-essel, és már akkor elképzeltem, hogy milyen lenne egy 747-es kargót megtölteni Túró Rudival, és Indiában landolni. Biztos, hogy nem előző életükből származna, az elképesztő rajongás, amivel a Új Delhi, a Mumbai vagy a kalkuttai gyerekek így szétkapnának 240 tonna Túró Rudit. Tehát vigyázzunk ezzel, mert lehet, hogy csak úgy szereted a körítés kész. Tehát ahhoz, hogy ez tényleg egy előző életbeli déjà vu legyen, ahhoz egy sokkal komplexebb élményre, vagy tapasztalathálóra lenne szükség, és ez önmagában nem is nagyon fontos. Tudod miért? Egyszerűen azért, mert akármit csináltál előző életedben, ide születtél. Igen. És amit most csinálsz ebben az életedben, az lesz a garancia arra, hogy valahol újra meg fogsz születni, és nem csak hogy meg, hanem hogy hogyan. Milyen körülmények között, és kikhez. És ez nem olyan, hogy az élete végén, hogy az ember az húha, hát most már nincs sok hátra, most már irányba kéne állni egy kicsikét. Hát a drága szívem, leéltél 78 évet úgy, ahogy most gondolod, hogy azt fölül tudod írni egy kis gondolkodással. Tehát ez nem így megy, ez úgy megy, hogy leélted az életedet, az életednek a summája az úgy szépen összeadódik, és amit csináltál, gondoltál, éreztél, beszéltél, elsajátítottál, adtál egyebek, és amivel azonosultál, itt jön be a fontos része, az megy tovább. Amivel nem azonosulsz és elengedtél, az a karma nincs veled. Amivel azonosulsz és viszed magaddal, szatyor, kazetta, az veled van. De csak addig, amíg egy lomtalanításnál le nem viszed. Ez azért fontos, mert különben minden olyan hatás, ami téged az életed során ér, és automatikusan beíródna a te tárház tudatodba, az a következő életednek a része lenne. És szerencsére ez nincs így. A 8 rétű tudat, tehát az 5 fizikai érzékszerv, konceptuális gondolkodás, ítéletalkotó, megkülönböztető gondolkodás, és emlékező, visszahozó gondolkodás, ez a 8 nem állandó, sem létében, sem tartalmában. Ez nagyon fontos, mert nem tudnánk megszabadulni a karmánktól, nem tudnánk levinni a szatyrot, hanem oda be lenne bástyázva a szekrénybe. És csak azokat a kazettákat hallgathatnád, mert azokat egyszer bebástyáztad, és kész. Meg amiket újra még be, de kivenni nem tudnál belőle. Na ez szerencsére nincs így. Ez úgy van, hogy a megkülönböztető ítéletalkotó, tehát a 7. tudatban, manasz, szanszkritó, születik az identitás és azonosulás képzete. Tehát amivel te azonosulsz, hogy én, azt viszed tovább a következő életedbe, ergo amivel te megszülettél, azzal korábban azonosultál. Kőkeményen. Ezért van a kondicionált létnek ekkora jelentősége. Mire kondicionálod magad? Mit csinálsz magadból? Sung San Zen mester évtizedekig borult 500-at, 600-at, néha 1000-et folyamatosan. És amikor megkérdezték tőle olyan középkorú, 50 éves korában, hogy miért csinálja ezt, azt mondja, ó, hát én nem is borulok, és mindenki tudta, hogy tolja a százakat. És én? Csak én egy robotot építek. Robotot? Sir? Micsoda? Most én teszek energiát ebbe a robotba, és amikor öreg leszek, ez a robot fog engem vinni. Tehát így építs ki szokásokat. Így építs ki szokásokat, mert amit most csinálsz, az lesz az öregkorodnak a rutinja, a robotja. És azt fogod továbbvinni a következő életedbe. Mindig és minden korban lehet rajta változtatni. De hogy mennyit, az teljesen rajtad múlik. Úgyhogy ennyit a déjà vu-ről és a berögződöttségekről. Amivel azonosulsz, azt továbbviszed, amit elengedsz, az elporlik, az hátra marad. Miért jobb, ha önmagam oldunk meg egy problémát, és mondjuk nem kérek segítséget mástól, vagy hogy jobb-e az, ha teljesen egyedül oldok meg valamit? Miért díjazzák azt, hogyha valaki csoportosan vagy egyénileg fölmegy mondjuk egy magas hegycsúcsra, és ott ilyen fényképezkedések vannak, semmint, hogy mondjuk egy speciális helikopterre fölviszik oda, és ott lerakják. Szóval miért van ez? Tehát miért van az, hogy a saját erőt azt jobbnak tartjuk? Lejöttél a hegytetőről kificamodott bokával. Most mondjam el, hogy az akaraterőnek, az önbizalomnak,
a feltételek előtti meg nem hajlásnak milyen elképesztő jelentősége van? Tehát az, hogy te meditálsz és önerőből megpróbálod megoldani a belső problémáidat, és megtalálod ehhez az utat, és külső segítséget kapsz, de ez a külső segítség, amilyen komisz, azt mondja, hogy nem én fogom megoldani helyetted, hanem mindig utat mutat, és megfelelő módszert kínál arra, hogy megold saját magad. És ezáltal felébred benned az az erő, ami eredetileg benned van, csak nem hiszed, hogy ott van, és nem hiszed, hogy tudod használni. És ez messze nem túlélő képzés. Néha úgy érződik, egy kis túlélő tábor, hogy ma is befejeztem a napot, és akkor talán kialszom magam. Tehát nem erről szól a történet. Arról szól a történet, hogy az az öntermészet, az a Buddha természet, amely benned lát, felfog és dönt, az teljes valójában megmutatkozzon. És ehhez csak is ilyen gyakorlatok vezetnek, hogy felébred benned az az akarat, hogy megold a problémát, hogy túljuss a helyzeten, hogy hazahozd azt, amiért elmentél. És hogyha ez megvan, akkor az a helyes és egészséges önbizalom is megvan, ami nem ez a mellés, hogy majd én! Arról már leszoktunk, mert kiderül, hogy nem az én oldja meg a problémát, hanem valami más. Jó? Tehát nagyon fontos az akaraterő, az önállóság, de ezzel együtt az együttműködés is, és az egyéválás tapasztalat is. Tehát a dolgokat a maguk helyén kezelve úgy tudunk létezni, hogy segíteni tudunk másoknak, ha pedig nem tesszük a helyükre a dolgokat, akkor mi leszünk a probléma, és akkor szorulunk mások segítségére. Ez ennyire egyszerű. Tehát ezért van az, hogy díjazzák azt, hogy oxigénpalackkal vagy anélkül, egyedül vagy többen, tehát te saját erődből fölmentél. Azt, hogy téged fölvittek oda valamilyen szerkezettel, abban semmi érdem nincs. A meditációval kapcsolatban jött elő olyan nekem, hogy néha ilyen az élet problémáival valamilyen kapcsolatban így bejön sok gondolat így a fejbe, és szinte lehetetlen kitakarítani, hogy erre van-e valami, hogy eltüntetni azt a sok... Miért akarod eltüntetni azokat a gondolatokat? Tele van energiával. Nincs ez a probléma. Csak hogyan viszonyulsz hozzájuk. Tehát ezek a gondolatok uralnak téged, vagy te uralod ezeket a gondolatokat. Meglátod-e a forrásukat, vagy a gondolatok eltakarják előled ezt a forrást, mert megállsz a felszínnél. Érzelmek ugyanez. Tehát mersz-e hátrébb lépni egy lépést, és rákérdezni, hogy mi ez, honnan jön? Ez a kérdésfeltevéshez kellő bátorság kell, mert általában azt szeretnénk, hogy egy ilyen érzelmi, gondolati alapú kis homeosztázisunk legyen, ahol én biztonságban érzem magam, boldog vagyok, megbíznak bennem, és én is meg tudok bízni másokban, és kiderül, hogy ez a homeosztázis ez nem tartható. Tehát, ha úgy veszed, mint egy folyamatosan újra teremtett állapotot, akkor tudsz vele dolgozni, de ehhez az kell, hogy a teremtett dolgokhoz, mint gondolatok, érzelmek, cselekedet, beszéd, kreatívan viszonyulj. Ez a kreativitás azt is jelenti, hogy néha elveszed őket, néha visszavágod őket, néha nem követed őket, és ebből következik az, hogy energiává visszaalakítod a formát. Azt a kérdéssel teheted meg. Mi ez? Honnan jön? És az eredetére nézel. Ez rendkívül egyszerű, sőt, reflexzerű akkor, amikor a fürdőszoba ajtaja alatt, ott a küszöbön, ott folyik ki a víz. Hát rohansz a csaphoz és elzárod. Na de ezt a gondolatainkkal és az érzelmeinkkel hogyan tudnánk megtenni? Nem gondolattal zárod el a gondolatot. Az elfojtás. Érzelemmel az érzelmet. Az is elfojtás. Hanem visszatérsz ahhoz a forráshoz, ahonnan ezek jönnek, és nem adsz nekik energiát. És mivel nincs öntermészetük, önálló létük, ezért eltűnnek maradéktalanul. De csak akkor, ha nem azonosulsz velük, ha nem ítélsz felettük, ha nem akarsz rájuk állandóan emlékezni, ha nem akarsz róluk gondolkodni. Ekkor engedted el ezeket. És ekkor vetted ki azt az energiát, ami bennük volt. Úgyhogy nagyon jók ezek a keletkezett dolgok. Kaptál egy hatalmas ajándékcsomagot. Sőt, fel is kell bontani. Sőt, meg is kell nézni, hogy mi van benne. És utána pedig azt csinálsz fel, amit akarsz. Csak annak a következménye meg visszajön hozzád. Tehát az lenne a kérdésem, hogy miért van ennyi meditációs fajta, vagy ilyen, ennyi meditációs technika? És hogy ez azt jelenti, hogy akkor
valakinek ez bejön, és a másik meg nem, és akkor... Tehát, hogy... Mert ekkora a Buddha állatkertje ezért. Minden állatnak legyen valami, ami ott szimpatikus, és így megeszegeti. Ja, ez úgy működik, hogy akkor ennek az emberek szimpatikus, és ez működik, vagy van egy helyes? Minden helyes, nem érted? Csak az, hogy miben hiszel, az a kérdés. Azt fogod használni teljes bizalommal, amiben hiszel. Ezért fontos az, hogy találj egy tanítót, akiben bízol, egy tanítást, amit elhiszel, és egy tanítványi közösséget, ahol be tudsz illeszkedni. Hogy haladhass. És nagyon sokféle karmánk van. És ez a karmikus variáció, ez a fantasztikus sokféleség, a dharma sokféleségét és evolúcióját is megkívánja. Hogy mindenkinek jusson, ha éppen olyanja van. És mi van, hogyha mondjuk ötvözök két dolgot? Kovács kérdése. Általában minden hagyomány úgy teljes, ahogy van. És az ember a saját karmáját szükségszerűen belekeveri először, aztán megtanulja szépen kivenni belőle, és egyre tisztábban látni azt, amit gyakorol. A legparadoxabb dolog az, amikor 2-3 év zen gyakorlat után valaki azt mondja, hogy te, és a zen ilyen, meg ilyen, meg ilyen. És akkor visszakérdezed, hogy mióta gyakorolsz? 2 éve. Hát az bizony hosszú idő, hallod. És még nem látja, hogy ez a zen, ez még nagyrészt az ő projekciója. Ez még az ő kivetítése. Ebben még a saját karmája sokkal jobban benne van, mint sem azt ő látná, hiszen a saját szűrőrendszerén keresztül engedi csak be a tant. Tehát amikor már kirostálta magát belőle, akkor mondjuk 8, 10, 15 év, attól függ, milyen gyors a tisztulási folyamat. Akkor már tényleg a zent zenként látja, sokkal tisztábban lát. És hogyha megint gyakorol, még tovább, akkor rájön egy idő után, hogy minden hagyományt már gyakorolhatna. Bármelyik hagyomány helyes irányba vezetné őt, onnantól fogva. Tehát nem lenne gond, de az elején nagyon-nagyon válogatósak vagyunk. Ez jó, ez nem jó, ezt nem hiszem, ezt nem hiszem. Ez szimpi, ez nem szimpi, stb. Stb. És ez is rendben van. Tehát el van a gyerek, ha játszik, és nagyon-nagyon sokféle tanítást kell ahhoz, hogy a sokféle szűrőn valamelyik átmenjen. És akkor az a tiéd. És akkor azzal kezdje valamit. Mert akkor már nincs gond. Akkor már nem mondhatod azt, hogy nincs semmi meg senki, aki engem taníthatna, mert nincs is olyan a világon. De gyönyörű! És akkor ránézel a kis ikonra, mandalára, Buddha szoborra, tusfestésre, és így vonz. Ízletes. Finom. És akkor már megvan a kapcsolat. Aztán abból következik az összes többi. Mindenki rendkívüli módon elmélyedt. Annyira elmélyedt, hogy meg se szólal. Na most pont ezt az elmélyedést kéne a nap 24 órájában gyakorolni, viszont most, ha van valami, akkor most. Az európai embereknek is ugyanolyan... Na, segítek, ugyanolyan Buddha természete van-e, mint az ázsiaiaknak? Tehát, hogy ezt ők is ugyanúgy tudják gyakorolni, hogy ez nekik is ugyanolyan jó? Vagy hogy ugyanaz... Ki beszélt itt arról, hogy ez jó neked? Tehát minden... Nagyon érdekes a kérdés, ugyanis vannak olyan ázsiai nézetek, hogy a nyugatiak képtelenek elérni a felébredést. Ez egyébként azt is mutatja, hogy ennek a nézet hordozónak is van házi feladata odahaza. Tehát amikor a Buddha és a pátriárkák arról beszélnek, hogy az összes érző lénynek ugyanolyan Buddha természete van, ugyanolyan lehetősége van a felébredésre, ez egy teljes értékű szellemi emancipáció, mind a mellett, hogy ez egy valós felismerésen alapul. Ezeken én nagyokat szoktam kacagni, mert összeszoktuk cserélni néha a kultúrát azzal a forrással, ahonnan a kultúra jön, a buddhista praxist azzal a sok-sok ugye, külsődleges réteggel, amely hordozza a lényeget. És összeszoktuk cserélni az embert néha a bőrszínével, ami hát nagyon-nagyon szomorú. Vagy a nyelv, amit beszél, azzal szoktuk összecserélni. És amikor ilyesféle problémák vannak, hogy ki érheti el a megvilágosodást és ki nem, akkor mindig gyöngéden azt javaslom, hogy tessék szíves a szívszútrát újra elolvasni.
hogy a meghaladó bölcsesség állapotában nincs sem látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés, gondolkodás, emlék, egyebek, és nincs megkülönböztetés a különböző földrészek kultúrái között sem. Pont. Na hát akkor evezzünk át együtt a közös hajóban a túloldalra. És hogyha felfedezzük, hogy egy hajóban evezünk, és mindenki ugyanúgy képes az evezésre, akkor azt hiszem, hogy egy kicsit meg tudunk békélni egymással, hogy mindenki gyakorol, és mindenki képes a felébredés elérésére. Még akkor is, hogyha más színű szemmel néz vissza rád, mint ami a tiéd. Az elején a csoport karmából kezdtük. Nekem most így a családról lenne kérdésem. Amikor öt fogadalmat teszünk, akkor akikkel együtt tesszük ezt a fogadalmat, azokkal úgymond egy dharma család leszünk. Hogyan kell kezelni ezt a családot? Ugyanolyan szeretettel, együttérzéssel és önzetlen segítséggel, mint a hús és vér családot, vagy egyéb olyan csoportot, ahova úgy érzed, hogy szervesen tartozol. Csak hát őket ritkábban látod. És főleg a gyakorlaton keresztül, ha csak az élet más területein nincsenek ugye közös vonások, közös tevékenységek. Ez egy spirituális, lelki szintű összetartozás. De igazából nem csak a ceremónia tesz titeket így fogadalmi családdá, és nem csak a név, hanem a közös gyakorlat. Volt olyan ember, aki 1991. februárjában fogadalmat tett, és azóta nem láttuk. És hiába emlékszem a fogadalmi nevére, ő akkor sem lett így a családnak a tagja, mert jött, körülnézett, felvette az öt fogadalmat, és ment tovább. Tehát itt a családtag az a jelenlétből következik. Abból is, hogy a fogadalmi családnév ugyanaz. De hát ez elsősorban azon múlik, hogy mennyire vagyunk jelen egymás gyakorlatában, vagy dharma életében. És akkor ezen keresztül tudunk segíteni egymásnak. A meditációval kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy mikor a figyelmünket egy dologra, például a hangra, a mantrára, vagy a kérdésre kell összpontosítani, vagy rajta kell tartani, mit is jelent, vagy is tulajdonképpen ez a figyelem. Valamikor úgy tűnik, mintha gondolatunkat kellene oda tenni, és azzal tartanánk azon a bizonyos dolgon. Vagy pedig valamikor, mintha az akarat lenne, hogy lehet ezt a figyelmet megfogni, vagy... Ismételd el utánam ezt a mondatot. Mi ez? Mi ez? Na, így figyelsz rá. Tehát te ne akar definiálni a figyelmet, hogy az gondolat, vagy akarat, vagy ez, vagy az. Az egy egyszerű, tiszta ismétlése per tükrözése annak, ami benned a legfontosabb, és a meditáció alatt a kérdés a legfontosabb. Az a tiszta tükörszerű tudat a legfontosabb, ami a kérdés forrása és eredménye egyben. Ne akarjunk sokat tudni erről a figyelemről, csak gyakoroljuk. Ugyanis, hogyha rengeteget tudsz erről a figyelemről, akkor ez a tudás, ez az abstrakció elvonja a figyelmet, amit egyébként meg akarsz vele erősíteni. Nem hasznos. És hogyha a gyakorlati életben egy például kint a kertben egy kapállásról, vagy valamire szeretném összpontosítani figyelmemet, itt is hasonlóképpen működik ez? Akkor már nem kell kérdés, akkor már ott a kapa. Tehát a tudatnak van tárgya, mert cselekszik. Vagy amikor beszélsz, akkor csak beszélsz. Amikor cselekszel, és ez a csak cselekvés, just doing it, ez pontosan az, ami a meditáció belül. Mert itt ebben a teremben szándékosan tárgyatlan minden, ezért nem beszélünk egymással, hogy ne legyen a gondolatnak még ilyen tárgyszerű jelenléte a tudatban, hogy tényleg a saját teredet lásd, a saját tudatodat lásd, abban mi van. És ott nem ragaszkodsz semmilyen tudattárgyhoz. Mindent meghaladsz, mindent
félreteszel. És akkor az egyetlen egy tudattárgy az a kérdés, aminek önmagában nincs tárgya. Mi ez? Azért teszed föl, hogy a tudat eredeti természetét elnyerve megszabaduljon, és igazi önmagad lehess. A meditációs módszer rendkívül egyszerű és rendkívül tiszta. És akkor ez a kertben, a világéletben, a munkában lefordítódik egy olyan cselekvésre, ahol nincs utángondolás, nincs kételkedés, nincs állandó rezdülés a jó és a rossz között, hanem tiszta irányvétellel csak teszed, csak mondod, csak érzed, csak gondolod. De az az kell, hogy egy szándékosan nehezített környezetben, ez egy nehéz gyakorlat, attól függ, hogy állsz hozzá, lehet könnyű is, hogyha már megszoktad, semmi gond. De azért nehezített a környezet, mert elveszünk minden játékszert a tudattól. Nincs mivel játszani. Belül te nézhetsz tévét, de egy idő után annyira rosszul érzed magad, hogy már megint a saját ugye, csatornámnak az x-edik folytatását néztem, ahol tudom, hogy ez nem arról szól. Leteszed a játékot, és megpillantod a játékost, a játszót. És ennek fényében sokkal könnyebb lesz a kinti dolgokat megcsinálni. Vannak olyan időszakok, amikor kifejezetten nehéz bent maradni a dharmateremben. Na pont ezeknek a külső és belső válsághelyzeteknek a leküzdése az, amely erőt adhat a gyakorlatnak, és kihozhatja belőlünk az igazi akaratlényünket, hogy valójában mit akarunk. Meg tudjuk haladni a saját szokásainkat, a rutinjainkat, le tudjuk vinni a szatyrokat, és ott hagyni a lomtalanítás kellős közepén, pontosan azért, hogy igazabb, igazi önmagunkká válhassunk, és ezzel tudjunk segíteni másoknak. Úgyhogy megköszönöm mindenkinek az ezügyben tett erőfeszítését, hogy a csalódásokon, az erőfeszítésen, a kétségeken, a fájdalmakon keresztül mégis teszi azt, amiben hisz ugyan, de még nem biztos, hogy kellő tapasztalata van. Még nem biztos, hogy 100%-os az. Hogyan is lenne, hiszen küzdünk magunkkal, küzdünk a világgal, és néha nagyon nem látjuk, hogy merre megy ez az egész. Tehát életről életre, születésről születésre kívánom azt, hogy ébredjünk föl, találjuk meg az utunkat, tapasztaljuk meg igazi önmagunkat, és ezzel, ezáltal szabadítsunk meg minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet!